Hosszú várakozás, előkészítő munka után átadták a Tomaj Monostora első tornatermét. Közel 300 millió forintból épült tornaterem Tomaj Monostorán a Nemzeti Sportközpontok beruházásában. Az átadó ünnepségen Fazekas Szabolcs, a község polgármestere szólt a jelenlévőkhöz. A felépült új intézménynek a sportélet színterén túl a falu megtartó erejében is jelentős szerep jut. Célom, az itt élők életminősége fejlődjön úgy, hogy megbecsülik és elismerik a múlt értékeit. Ezek a gondolatok inspiráltak, amikor a névadót a település lakóival választottuk, és a lakosok egyöntetű javaslata is találkozott az én elképzelésemmel. Nem véletlen az, hogy a tornateremmel kapcsolatban mindenkinek Kovács Béla vetődött fel, hiszen hosszú évtizedeken keresztül olyan edzett, erős fiatalok kerültek ki a kezei alól, akiknek további életükben nagy segítséget jelentett a sportos előélet. Ők az általános iskolában az átlagosnál többet kaptak, életformájukká vált a sport. Örülök, hogy ezzel a mai rendezvényen méltón tisztelekedünk igazgató munkássága előtt. A település vezető mérföldkőnek nevezte a Tomaj Monostora Sportközpont Kovács Béla tornaterem megnyitását. 2006-ban az iskola létszáma 70 körüli volt, az 5. évfolyam tanulóinak a szomszédos iskolába kellett járniuk. Lehangoló volt számomra ez a kényszerhelyzet. Minden erőmmel arra törekedtem, hogy Tomaj Monostoron egy jól működő iskola maradjon, emelkedjen a tanuló létszám. Korszerű felszerelésekkel segítsék az eredményes nevelő-oktató munkát. Sikerült visszafordítani a folyamatot, céljainkat elértük, mert az iskola tanulóinak a létszáma 180 főre emelkedett, az oktatási intézményeink megújultak, középiskola, egyetemi tagozat működik és épül a bölcsöde. Már csak a tornaterem hiányzott. A tervem találkozott Magyarország kormányának a célkitűzéseivel, mely feladatai között határozza meg a jövő nemzedékek nevelésének, egészséges fejlődésének támogatását, és a ehhez korszerű infrastruktúrális hátteret biztosít a kis településeken is. Sikeres pályázatunknak köszönhetően 2017-ben kezdődtek az előkészületi feladatok, a tervezés. A kivitelező 2021. április 15-én adta használatba az épületet. Az átadó ünnepségen részt vett F. Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője is, aki beszédében a rendszeres sportolásra hívta fel a figyelmet. Egy szülőnek már nem kell a nagyobb város iskolájába vinni a gyermeket, hogyha azt szeretné, hogy színvonalas oktatásban, színvonalas és egészséges sportolási lehetőségben lehessen része. Hiten egy kis faluban, itt Tomaj Monostorán is, már megvan a kitűnő óvoda, megvan a kitűnő iskola, megvan hozzá most már a sportolási lehetőségnek 21. századi helyszíne és módja. És persze köszönhető ez az épületeknek. De nem az épületeknek köszönhető egy sikeres élet, egy sikeres életpálya a gyermekek részéről, hanem köszönhető az eddigi itt tanító pedagógusoknak, azoknak a szülőknek, akik ide íratták be gyermekeiket. Az iskola diákjainak műsora és bemutatója után az ünnepélyes szalagátvágás következett, majd a katolikus plébános és a református lelkész kért áldást az új létesítményre. A tornatermet a község testnevelőjéről Kovács Béláról nevezték el, akinek nevéhez fűződik a tomai sporteredmények egyik jelentős része. A nyugdíjas pedagógus is részt vett az ünnepségen. Amikor Fazekas Szabolcs polgármester úr közölte velem, hogy Béla bácsiról fogjuk elnevezni a épülő, majd épülő tornatermet. Hirtelen nem tudtam szóhoz se jutni. Annyira mélyen hatott belém. Úgy éreztem valahogy, mint Szegedén a sportcsarnokban, amikor a csapat második lett, és egy 10 éves kis Simon Pisti nevű gyerek nem találta a dobogót, a második helyet. Mutattam neki, ott a kettes, Ada, állj fel. Hát én is így voltam, zavaromba, és hát nagyon-nagyon-nagyon nagy köszönettel vettem, és hagyd tegyem hozzá. Ez a kiírás
nem csak az én érdemem, hanem az akkori, a 3-4 évtized tantestület munkája, segítsége, és azadnak a sok-sok gyereknek az adottsága, szorgalma, eredménye. Ez közös munka. Az ünnepélyes torna terem átadó után megtartották a hagyományos búcsút.